Szia! Ebben a videóban pár példán keresztül bemutatom neked a kombináció számítás menetét. A kombináció azt jelenti, hogy egy adott halmazból szeretnék kiválasztani adott számú elemet. Például egy kalapban van 10 golyó, és ebből akarok kettőt kivenni. Persze ennél vannak összetettebb problémák is, de ilyen típusok tartoznak ebbe a témakörbe. Az első példa egy klasszikus hány készfogás történik egy öttagú társaságban, ha mindenki mindenkivel kezet fog. Első lépésben meg kell határozni, hogy mekkora a halmaz, amiből választhatunk. A teljes létszám most öt fő, mert ennyien vannak a társaságban. Ezután meg kell határozni, hogy ebből az öt főből egyszerre hányat kell kiválasztani. Egy készfogáshoz normális esetben két ember szükséges, így két főt akarok kiválasztani az ötből. Ezt öt alatt a kettő módon tehetem meg, így ezzel egyenlő a készfogások száma. Az öt alatt a kettő pont azt jelenti, hogy hányféleképpen lehet az öt emberből kettőt kiválasztani. A kiszámítás történhet úgy, hogy beírod az öt alatt kettőt a számológépbe. Nézd meg a funkciókat, biztos a te számológéped is ismeri ezt a műveletet. Másrészt, úgy is számolhatsz, hogy az 5x4-et osztod a kettővel. Ez tizet eredményez. Gyakorlatilag van két hely, ahová elhelyezhetem az elemeket. Az első helyre ötféleképpen választhatom ki az embereket, az öt közül valaki részt vesz a készfogásban. A másik résztvevőt már csak négyféleképpen választhatom ki. Azért osztok kettővel, mert nekem mindegy, hogy kit hanyagyára választottam ki, mert úgy is részt vesz a készfogásban. Mindegy, hogy az első vagy a második helyen áll. Remélem, így logikus a formula. Egy hasonló példával illusztrálom azt az esetet, ahol több elemet is ki kell választani. Egy tízfős csoport túrázni ment és letáborozott, de elfelejtettek krumplit venni a vacsorához. Négy ember szükséges ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű krumplit elvigyék a boltból a táborba. Meg kell határozni, hogy hányféleképpen választható ki az a négy ember, aki elmegy a boltba. Ugyanaz a gondolatmenet, mint az előbb. A teljes létszám tíz fő, mivel ez a csoport létszám. Közülük kell választani. A szükséges létszám 4. Ennyi ember fog elmenni a boltba. Tehát a tíz főből választok ki négyet. Így a lehetőségek száma 10 alatt a négy, azaz 210. Ezt számolhatom úgy is, hogy 10 x 98 7 osztva négy faktoriálissal. Van négy hely a boltba menőknek. Az elsőre 10 főpályázik, közülük választok egyet. A második helyre szóba jön 9 ember, megint csak egyet választok. A harmadik helyre ugyanígy 8, a negyedikre pedig 7 választási lehetőségem van. Tehát összesen 10 x 8 7 Viszont nekem tök mindegy, hogy kit hanyadiknak választunk, lehet, hogy Pistit választottam utoljára, de ugyanúgy elmegy boltba, mint az elsőnek választott Béla. Tehát mindegy a választás sorrendje. A négy kiválasztott főt négy faktoriális módon lehet sorba rendezni, így ezzel kell leosztani. Így kapom meg a formulát. Persze tényleg felesleges a kifejtő képletet használni, írd be a 10 alatt a négyet a számológépbe. Nézzünk egy példát a fordított logikájú feladatra is. Egy körmérkőzéses bajnokságban minden foci csapat mindegyikkel egy meccset játszik. Összesen 55 mérkőzés van a bajnokságban. Azt kérdezik, hogy hány csapat játszik a bajnokságban. Tehát nem a lehetőségek számát kell meghatározni, hanem pont abból kell elindulni visszafelé. Semmi gond, csináljuk úgy, mint eddig. A teljes létszám, azaz a csapatok száma a kérdés. Fogalmam sincs, hogy mennyi, jelöljük ennél. Azt tudom, hogy egy meccshez két csapatra van szükség, tehát a szükséges létszám kettő lesz, ennyit választunk ki az N csapatból minden meccsre. A meccsek száma adott 55 darab. A teljes létszám és az egy meccshez szükséges csapatszám alapján felírható, hogy N alatt a kettő meccs van. Ez n n-1 per 2 jelent. Ez egyenlő 55-tel. Szorozzunk kettővel az egyenletben, és az n-szer n-1-et számoljuk ki. n négyzet mínusz n egyenlő 110 az egyenlet. Ezt nullára rendezhetjük, és kapunk egy másodfokú egyenletet, miszerint n4 n négyzet mínusz n mínusz 110 egyenlő nulla teljesül, ha n a csapatok száma. A másodfokú egyenletet meg lehet oldani például a megoldóképletével két eredményt kapunk. Az egyik n egyenlő 11, a másik n egyenlő mínusz 10. Nyugodtan ellenőrizhetsz, 11 négyzet egyenlő 121-jel, ebből 11-et levonva 110-et kapsz, abból 110-et kivonva tényleg nulla az eredmény. Másrészt a mínusz 10 négyzete plusz 100, ebből mínusz 10 kivonva 110-et kapunk, mivel a mínusz 10 plusz 10 jelent, a 110 mínusz 110 pedig tényleg nulla, tehát mindkét szám megoldást jelent. Viszont csak a 11 elfogadható. Ez egy valós probléma, a csapatok száma csak pozitív lehet. Nyilván 11 csapattal lehet bajnokságot rendezni, de mínusz 10 csapattal nem lehet. Az ilyen példáknál mindig gondold végig, hogy melyik megoldásnak van értelme a feladat szövege szerint. Köszönöm a figyelmedet, remélem hasznos volt neked ez a videó. Nézz körül a csatornámon még több hasonló videóért, illetve vess egy pillantást az online érettségi felkészítő kurzusomra, amihez most kedvezményesen juthatsz hozzá a videó leírásában szereplő linken keresztül.